A levélszavazást kritizálja az RMDS. A szövetségi elnök szerint alkotmányellenes az azt előkészítőjük szabálytervezet. Eurómilliókban lehet mérni a kárt. A Greenpeace Románia jelentést adott ki az esztelen fakivágásokról. Építik a magyarságot. A párciumi szórvány számára kulcsfontosságú intézményeknek lesz új székhelye. Köszöntöm Önöket a Híradóban! Élesen bírálja az RMDS a levélszavazáshoz szóló törvényt. Kelemen Hunor szerint a szövetség készen áll az alkotmánybíróság elé vinni az ügyet. A szenátus tegnap este nagy többséggel fogadta el a levélszavazást szabályozó törvényt. Kelemen Hunor ma bukaresti sajtótájékoztatóján jelentette be, hogy az RMDS az alkotmánybírósághoz fordulna a levélszavazást szabályozó törvény miatt, amennyiben a képviselőházban is a jelenlegi formájában szavazzák meg. A szövetségi elnök szerint ugyanis a levélszavazás bevezetéséről szóló jogszabály alkotmányellenes és csalásokra ad lehetőséget. Nem biztosítja sem a szavazásnak az eltemességét, sem a titkosságát, sem azt, hogy a szavazásnak a biztonsága az garantálva legyen. Másrészt pedig kivitelezhetetlen és olyan értelemben is diszkriminatív, hogy van, aki ezt a lehetőséget nem választhatja, és van olyan, aki több lehetőség közül választhat, beleértve azt is, hogy ő a saját nyomtatóján otthon kinyomtatja a szavazólapot. Hát ilyen a világon sehol nincsen. Márton Árpád, a választási törvényeket kidolgozó parlamenti bizottság RMDS-es tagja szerint az új jogszabály az alkotmánybíróság egy korábbi döntésének is ellentmondana. Van egy nagyon-nagyon komoly aggályossága is, hiszen az alkotmánybíróság egyszer már döntött, hogy a választások procedúrájának megkezdésé előtt egy évvel kell elfogadni a törvényt. Na most, ez a procedúra, a levél útján való szavazásra a parlamenti választás esetén március 1-én indul. Hát nincs március 1-ig egy év. Az RMDS-nek nincs elég törvényhozója ahhoz, hogy a taláros testülethez forduljon, ezért más politikai alakulatokat is bevonna a folyamatba. Egy törvény alkotmánybíróságon való megóvásához legalább 50 képviselő vagy 25 szenátor támogatására lenne szükség. Az RMDS-nek azonban csak 17 képviselője és 8 szenátora van a parlamentben. A Nemzetközi Valuta Alap küldöttségét fogadta ma a kotocseni palotában Klaus Johannis. A román államfő azokra a részletekre kérdezett rá, amelyeket az Andreas Schäfer vezette IMF küldöttség korábban a pénzügyminisztérium képviselőivel egyeztetett a 2016-os költségvetés kapcsán. Szóba került ugyanakkor egy esetleges újabb hitelmegállapodás is, amelyet Románia az IMF-fel akar kötni. A román kormány korábban közölte, hogy nem újabb kölcsönre, hanem elővigyázatossági hitelszerződése lenne szüksége az országnak. Románia 2009 óta 3 2-éves szerződést kötött az IMF irányítása alatt. A legutóbbi 2 elővigyázatossági típusú volt. Több 10 millió eurós kárt okoztak Romániában a törvénytelen erdőirtások 2013 és 2014 között. Erről a Greenpeace Románia adott ki átfogó jelentést. Szakemberek szerint az aggasztó jelenséghez a politikum is javában hozzájárult. 2013 elején az akkori környezetvédelmi miniszter Lucia Varga mandátuma alatt dolgozták ki az erdőtörvény tervezetét, amelyet ígéretek szerint felvállalni készült az UCL és kormány. Igen, ám, de ez nem történt meg, a tervezetet pedig egyik asztalról a másikra tolták a döntéshozók, és saját tervezetüket közel másfél évet késleltették. Ez alatt az idő alatt több mint 1 millió köbméter fát vágtak ki illegálisan, 50%-kal többet, mint a 2009-2011-es időszakban. Vannak kisebb falopások is, amelyek viszont összegyűlnek és hasonló károkat okozhatnak, mint a nagyméretű lopások. Ezek a politikummal karöltve zajlanak. Egyértelmű, hogy nem lehet egész hegyek erdeit letarolni politikai háttér nélkül, és ez a jelentés is erre világít rá. A vizsgált időszakban egyébként több mint 45 ezer esetre derült fény. 2013 és 2014 között a törvénytelen erdőirtások 230 millió lejt, azaz több mint 52 millió eurós kárt okoztak a román államnak. A vizsgált időszakban napi 62 illegális fakivágási esetet jegyeztek, óránként több mint 3 hektár erdőt taroltak le.
Akár csaknem 80%-a a Kolozs, Fehér és Máramaros megyei erdőírtások nyomán keletkezett. Ezekben az erdélyi megyékben tűnt el a legnagyobb fa mennyiség a törvénytelen erdőírtás következtében. Kolozs megyében a törvénytelen fakivágások aránya elérte a 37%-ot, Fehér megyében a 23-at, Máramaros megyében pedig a 18%-ot. A számítások azt mutatják, hogy amennyiben egy kamiont 35 köbméter fával raktak meg, akkor több mint 29 ezer nagy autó haladt végig illegális farakománnyal a romániai közutakon. Három a páciumi magyarság számára kulcsfontosságú intézménynek lesz új épülete Bihar megyében. Anyaországi kormánytámogatással új egyetemi székházat kap a Nagyváradi Páciumi Keresztény Egyetem. Nagyszalontán kollégiumot építenek a szorvány megmentéséért, a Királyhágó melléki református egyházkerületnek pedig új adminisztrációs központja lesz. A Nagyszalonta melletti erdőgyarakon két évvel ezelőtt számolták fel a magyar elemi oktatást gyermekhiány miatt. A 8-osztályos magyar iskola pedig még az 1990-es évek elején megszűnt. Rostás István az utolsó magyar évfolyamba járt. Gyermekét is magyarul tanítatná, de erre helyben nincs mód. A gyermek azért az anyanyelvén tanuljon meg írni, olvasni legelőször, aztán a többi majd jön magától, amit még meg akar tanulni. A román nyelv úgy is kötelező az iskolába, úgyhogy azt mindenféleképpen megtanítják neki. A Nagyszalonta környéki szorvány megmentéséért magyar kormánypénzből épül az az iskola központ, melynek célja, hogy Dél-Bihar, a történelmi Erdőhát vidékének erősen fogyó magyar ifjúsága anyanyelvén tanulhasson. Eddig is hozzánk nagy rész az hozzánk jött, nem tudtunk bent lakást úgymond ezek tanulók részére biztosítani, ezért aztán ugye az ingázás az télen meg különösen nehézséget jelentett. És ez is hozzájárult ahhoz, hogy a szorvány kollégiumban gondolkodtunk. A 200 ezer reformátust felölelő Királyhágó melléki református egyházkerület egy évvel ezelőtt helyezte el székházának alapkövét Nagyváradon. Vele szemben épül a Párciumi Keresztény Egyetem új székháza magyar kormánytámogatásból, mintegy 700 millió forintból. Az új ingatlanokat várhatóan jövő év elején adják át rendeltetésüknek. Ezen a héten kezdődött az influenza elleni országos oltáskampány. Az ingyenes vakcinára első körben azok jogosultak, akiknél nagyobb a megbetegedés kockázata. Október 15-én országszerte elkezdődött az influenza elleni oltáskampány. A szakminisztérium 500 ezer dózist osztott ki. Első körben 8500 dózis oltóanyagot kapott Maros megye az egészségügyi minisztériumtól. Jelenleg is zajlik az oltóanyagok kiszállítása a fekvő betegrendelőkbe és a családorvosi kabinetekbe. A Marosvásárhelyi Dr. Szabó Zoltán rendelőjébe még nem érkezett meg az ingyenes védőoltás. A napokban meg fogjuk őket kapni, és akkor elkezdjük értesíteni azokat, akik beszeretnék kapni az oltást. Gyakorlatilag ez egy ilyen lista alapján történik, mert mindenkinek úgy sem jut, és megvan a prioritási lista, itt főleg a krónikus betegek, terhesek, tehát ezeket oltjuk elsőbbnek. A várandósok és a krónikus betegek mellett a 65 év fölöttiek és az egészségügyi alkalmazottak kaphatják ingyenesen az influenza elleni védőoltást. Aki egyik kategóriába sem tartozik, de szeretné beoltatni magát, 30 leírt vásárolhatja meg a vakcinát. Egyelőre nincs rá kereslet, úgy látszik még nem állt be annyira ez az őszi szezon, amikor mindenki megindul ilyen irányba. Lehet kapni. Tehát a lerakatoknál van, már ajánlották is, és mi abban a pillanatban, hogy az első kérés megjelenik rá, abban a pillanatban hozunk is, néhány órán belül itt van. Már egyelőre még nem regisztráltak influenzás eseteket, az orvosok szerint érdemes a járványidőszak előtt még októberben beadatni az oltást. 5 éves a Nagykárói Egyházi Integrációs Központ. Az intézmény halmozottan hátrányos helyzetű családok gyermekeinek, nagyrészt romáknak szervez nevelő szándékú foglalkozásokat délutánonként. Ez Nagykároly egyik legsűrűbben lakott roma telepe, mintegy 300-an élnek itt. A körülmények szegényesek, nincs vezetékes ivóvíz, és villanyáram is csak nagyon kevés házban van. A telepen nagy családosok laknak, gyermekeik a közeli integrációs központban tanulnak.
Én 5 éve járok ide az integrációs központba, és itten szoktam tanulni, ebédelni, mikor suliból jövök egyenesen. Nagy Károlyban nagy létszámú roma közösség él. A városnak kihívást jelent a foglalkoztatásuk és az oktatásuk egyaránt. Ám utóbbiban segítség az 5 éve megnyílt Stella Maris integrációs központ. Itt napközi és délutáni iskola működik a szociálisan hátrányos helyzetű gyermekek számára. Nagyon is jót tesz ez a gyerekiknek, hogy ide járnak, és tanulnak nagyon sok mindent. És vannak még több gyerekek is, akik mondjuk otthon egyáltalán nem tanulhatnának meg mondjuk illemet, vagy hogy kezet kell mosni, mielőtt esznek. A tanítónők elmondták, az iskolában is fontos az integráció. Tapasztalatuk szerint a közös tanulás, játszás a magyar és a roma diákoknak is jót tesz. Itt szükséges, hogy a pedagógus hogyan integrálja a roma gyerekeket a magyar közösségbe, és nem teszel különbséget. Tehát nagyon fontos az, hogy a gyerekek között nem szabad különbséget tenni. Tehát mindenki egyforma, mindenki gyerek, és egyformán kell szeretni. Az integrációs központ németországi segítséggel jött létre, fenntartója az állam és az egyház. Az intézményben ettől az évtől a hangszeroktatást is bevezetik. Új lakó az állatkertben. Nézzük a híradó további témáit. Új lakó a Somostetőn. A Marosvásárhelyi állatkertben megérkezett Románia első zsiráfja. Megvásárolt egy darabkát a Fellegvárból a kolozsvári önkormányzat. Az 1 hektáros telken egy nyári színpad kialakítását tervezik. A Fellegváron található 5 épületből a város a nyugati kapuként ismert ingatlant vásárolta meg néhány hónappal ezelőtt. Többnyire sűrű sövény övezi a Fellegváron azt a telket, amelyet több éves várakozás után az önkormányzatnak végre sikerül megvásárolnia. A nyári színpadnak kiszemelt árukban jelenleg fák, bozót és néhány elhanyagolt pad található, illetve egy sátorban lakó szálló vendég is van. A terület megvásárlását már 2012-ben kezdeményezték. Idén sikerült lezárnunk a tárgyalásokat a terület tulajdonosával. Röviddel ezután a helyi tanács elfogadott egy határozatot, amelynek értelmében engedélyezi egy 100 000 euró értékű összeg kifizetését egy 10 000 négyzetméteres terület megvásárlására. A szabadtéri színpad megépítésének a terve részét képezi a Kolozsvár Európa Kulturális Fővárosa 2021 pályázatnak. Megkerestük az Erdélyi Építészeti Kamara elnökét is, aki híradónknak azt mondta, kár lenne tönkretenni a várárkot a nyári színpad kedvéért. Az, hogy a várárokban nyári színpad lehetőséget szeretne a város, hát megint csak az a helyzet, hogy valakinek ezt meg kell tervezni, és mondjuk mi ezelőtt 3 évvel, amikor a nyári egyetemen felmértük a Fellegvárat, azóta várjuk, hogy mikor lesz erre is egy tervpályázat, hogy hogyan tovább Fellegvár, mert azért ez nem egy épület, nem egy nyári színháznak a helyszíne, hanem ez egy együttes. A szakember úgy véli, a nyári színpad terveinek a kialakításához kellene tudni, hogy a Szamos völgyétől a Fellegvár csúcsáig, hogy alakul a közlekedés, hol lesz parkoló, hogyan újítják fel a gyalogos sétányt. Ezek ugyanis egy egységet kellene képezzenek. A Székely Nemzeti Tanács kezdeményezésére október 24-én őrtüzekkel világítják ki Székelyföld határait. A szervezők közösségi élményt kívánnak nyújtani a székelyeknek. A székelyek nagy meneteléséhez hasonló összefogással készül október 24-én szombaton este a Székely Nemzeti Tanács Székelyföld határainak kivilágítására. Az esemény részleteit csíkszeredai sajtótájékoztatójukon ismertették a szervezők. Elsősorban az első célja az, hogy tudatosítsa székely magyarjainkban, mindazokban a tízezekben, a százezrekben, akiket elvárunk ezen rendezvény színhelyein, hogy Székelyföldnek nem azok a határai, melyet Bukarestből a központból próbálná meghatározni. Székelyföldnek igazi határai a történelmi határok. A program első része minden településen egységes, 17:30 ökumenikus istentiszteletet tartanak, amit a himnuszok eléneklése majd az esemény kiáltványának a felolvasása követ. Az őrtüzeket 6:45 gyújtják meg, az SNT kezdeményezését az erdélyi magyar politikai alakulatok is támogatják. Mi mindenféleképpen fontosnak tartjuk, úgy ahogy a székelyek nagy menetelése mellé álltunk, most is mellé állunk, hiszen amik nemzeti ügyek, azok nem pártérdekek. Ez egy nemzeti ügy, mi
mindenféle megszorítás, megkötés nélkül állunk ezek mellé, és nagyon örvendek, hogy gyakorlatilag az összes párt és magyar érdekvédelmi szervezet ugyan ezen az állásponton van. A szervezők hangsúlyozzák, az őtüzek fényét gépjárművek százai egészíthetik ki fényszórójukkal, úgy, hogy a vízszintes fényt tükrök segítségével az ég felé irányítják. A tervek szerint a kivilágított határvonalról légifelvétel készül. November 8-áig tekinthető meg a gyergyószentmiklósi Tarisznyás Márton Múzeumban a Kárpát-haza galéria Boldogasszony kiállítása. A tálat 55 kortárs művész Mária ábrázolását gyűjtötte össze. A kiállítás a jubileumi Mária évhez kapcsolódik, amelyet Jakubinyi György gyulafehérvári érsek hirdetett meg, abból az alkalomból, hogy 500 éves a csíksomlyói Szűz Mária szobor. Az alkotásokat a Nemzet Stratégiai Kutatóintézet jóvoltából Budapest után Kárpátalján, majd a székelyföldi városokban állították ki. A vándortállat fővédnöke Áder János Magyarország köztársasági elnöke. Ötödik alkalommal szervezték meg a mézes napokat Székelyudvarhelyen. Mézlovagok és méhészek mutatták be és bocsátották áruba készítményeiket. Cukormentesek, de mégis édesek voltak az ötödik mézes napok Székelyudvarhelyen. Havasi, akác, vegyes, rózsa, csak néhány a méz felhozatalból. A méhészek azt mondják, céljuk egy mézfogyasztó generáció kinevelése. Romániában ugyanis a lakosság egyfőre eső mézfogyasztása eddig mindössze évi 18-20 g volt, míg az EU-s átlag 2 kg körül van. Az udvarhelyi mézes rendezvény is azt akarja elérni, hogy az emberek helyettesítsék a cukrot mézzel. A folyamat lassú, de a méhészek úgy gondolják, jó úton haladnak ilyen tekintetben. Az udvarhely környéki fiatalság, meg idősek, bárki, hogy ismerje meg a mi mézeinket. A környéken rengeteg méhész van, de megpróbálunk a termékeinkkel, főleg a gyermekeket ide vonzani, a fiatalságot, hogy megismerjék a méz különlegességet. Van vegyes méz, akác mézen, fenyőméz, harmat mézeink. Ami a méztermelést illeti, a Hargita megyei méhészek azt mondják, közepes évet zártak, de nagyobb mézhozammal számolnak idén, mint egy évvel korábban. Jó volt a hozam a repce esetében, de a szárazság miatt így is felére csökkent az akácból, valamint a napraforgó virágból származó mézhozam. Új lakótárs költözött Tányához és Hellához. A Marosvásárhelyi állatkert két elefántja mellé megérkezett egy másik, régóta vált szavannai állat. A legerősebb szárazföldi emlősök mellett most már a világ legmagasabb szárazföldi élőlénye is meglátogatható. Mostantól nem kell a szavannákra utazni, ha nagy testű patásokkal akarunk találkozni. Elég, ha kilátogatunk a Marosvásárhelyi állatkertbe. Az elefántháznak nevezett épület minden bizonnyal hamarosan nevet változtat. Megérkezett ugyanis a zsiráf is az ormányosok mellé. A legnagyobb titokban érkezett meg a Marosvásárhelyi állatkert legújabb és egyben legmagasabb lakója. Mi már meggyőződtünk róla, a zsiráfnak gyönyörű szemei és foltjai vannak. Mostantól bárki bátran felnézhet rá. A Rothschild zsiráf Kelet-Afrikából származik, és akár 5 méter magasra is nőhet. Az állatkertben már építik neki a szabadtéri kifutót, de a látogatók egész télen gyönyörködhetnek az ország egyetlen zsiráfjában. Rióba készül Trandafir Norbert. Sporttal folytatjuk a híradót. Négy gólos vereséget szenvedett a férfi kézilabda nemzeti ligában a Székelyudvarhelyi KC. Vlad Kábá csapata a Tordai Potaisza otthonában 27-23-ra maradt alul. Noha voltak jó pillanatai is a mérkőzésen, a rövid kispad és a játékvezetői párus rányomta bélyegét az udvarhelyi együttes teljesítményére. A sorozatos sérülések miatt az SKC kisebb hullámvölgybe került, mivel utóbbi 4 találkozójából 3-at elveszített. Vasárnap az éllovas bukaresti Csesszémé lesz az ellenfél, ez pedig egy igazi erőpróba lesz az udvarhelyi kézilabdásoknak. Elkezdődött a romániai U16-os korosztályú jégkorongbajnokság. A csíkszeredai ISK rögtön az első fordulóban gólcsúcsot döntött. A csékiak a Szucsáva elleni első mérkőzést 60-0-ra nyerték, a másodikon pedig 38 gólt sikerült lőniük. A hadcsapatos alapszakaszban a gyergyószentmiklósi ISK 2-szer is kikapott a Galactól, míg a brassói Korona fiataljai 2-szer is legyőzték a bukaresti Steauát. Harmadik olimpiájára készült Trandafir Norbert. Az erdélyi úszócsillag már visszatért Bákóba, és újra kezdte az edzéseket.
Trandafir Norbert a tavaly augusztusi úszó Európa-bajnokság óta csak az idei országos bajnokságon állt rajtkőre. Azon viszont annyira jól szerepelt, hogy már B-szintet úszott, és ezzel nagy esélye van arra, hogy ott legyen a jövő évi olimpián Rióban. A marosvásárhelyi sportoló visszaköltözött Bákóba, és elkezdte a felkészülést. Egy kísértő álom ez a visszatérés Bakóba, de otthon nem lehetett megoldani az edzést, se edzés, sem felkészülés lehetőségek nem voltak. És mivel az országban egyetlen hely, ahol per pillanat fel lehetne ilyen szinten készülni, az Bakó, úgyhogy országot ide újra visszatérni. Hozzátette, a tervek szerint decemberben rajthozál a rövidpályás úszó Európa bajnokságon Izraelben, majd januárban egy Tenerifei edzőtábort is ígért a szövetség. Egyelőre tehát minden adott ahhoz, hogy az olimpián ismét legyen erdélyi magyar úszó a rajtnál. Ez volt a híradó, mutatjuk a szerdai időjárás részleteit, viszontlátásra!